az EZA2400AUX típus jelzésű Electrolux beépíthető sütő, egy mechanikus programkapcsolóval ellátott készülék. Bal oldalon a hőfokszabályzót látjuk, tetszőlegesen ki tudjuk választani bármely sütőprogramhoz a használni kívánt hőmérsékletet, jobb oldalon pedig a programkapcsoló található. Sütési funkcióit tekintve rendelkezik alsó-felső sütéssel, hőlégkeverési funkcióval, van benne egy felületpirításra alkalmas grill, egy nagy teljesítményű átsütésre szolgáló grill funkció, egy úgynevezett pizzasütés, amikor az alsó fűtőszál a ventilátorral és a felületpirító grillel egyszerre dolgozik, és egy külön kapcsolható alsó sütés. Középen látunk egy elektronikus programórát, ennek a segítségével tudjuk a sütő működési idejét beállítani. Nem csak egy hátralévő idő állítható be rajta, hanem akár előre programozásra is alkalmas, mikor kapcsoljon be, illetve mikor kapcsoljon ki a készülék. A sütőtér belső terét, ha megnézzük, felszereltségét tekintve két tepsi, illetve egy sütőrács, ami alaptartozik a készüléknek. Ezek egy úgynevezett oldalvezető sínen vannak elhelyezve. Ilyen mértékben azért kihúzott állapotában is nagyjából vízszintesen marad a tepsi, illetve a rács. Bármely pozíció, ugye négy pozíció van, bárhová, bármelyik áthelyezhető. A készüléknek az oldalfalán a sütősín mögött egy úgynevezett katalitikus bevonattal ellátott betét található. Ezen a részen gyakorlatilag a készülék sütés közben keletkezett zsírgőz, zsírpárát elnyeli, semlegesíti, tehát nem kell manuálisan takarítani, nem kell benyúlkálni ezekre a pici résekre. A többi része a készüléknek az gyakorlatilag zománcozott felülettel van ellátva. Az ajtóüvegezése az két rétegű, de az ajtóüvegezés úgy van megoldva, hogy a belső üveglapot azt ki lehet venni, ezáltal mind a két oldala könnyen tisztán tartható, mert egyszerűen hozzáférünk ahhoz,